Most csinálok egy próbát, kimegyek, feljövök. Hogy... Vasárnap délután fontos esemény közeledett, legalábbis annak a nyíregyházi párnak az életében, akik hamarosan összeházasodnak. Szabó Attila nem hétköznapi módon szerette volna megkérni Krisztina kezét, ezért Podlovics Lajoshoz, a Sóstó Gyógyfürdők ZRT marketing igazgatójához fordult segítségért. A vőlegény jelölt a sóstói tavon szerette volna megkérni barátnője kezét csónakázás közben úgy, hogy a lány előre mit sem sejtett a dologról. Podlovics Lajos elmondta, szívesen segítettek az előkészületekben és a megvalósításban is. Körülbelül egy jó másfél-két héttel ezelőtt felhívott bennünket egy fiatal ember, hogy felvettem a telefont, azt mondja, hogy azt mondták, hogy lánykérésben maga tud segíteni. Hát mondom, nem tudtam hirtelen hova tenni a dolgot, aztán elmondta, hogy egy különleges lánykérést fontolgat, amikor is ugye majd ők bejön a párjával ide a tóra, és akkor kitettünk jelzésnek egy ilyen tavirózsát, és amikor odaérnek, akkor pedig majd egy búvár fogja felhozni a víz alól a jegygyűrűt, kvázi egy ilyen kincses ládikába. Úgyhogy hát nagy örömmel vettük egy kicsit gondozásunkba ezt az egész ügyet, és akkor megkerestem Bunkóczi Attiláikat, ugye az Elrakva búvárklubot, akik szintén teljes mellszélességgel ide álltak a dolog mögé, úgyhogy jó néhány embernek van ebbe a szervezése, volt már próba, főpróba, úgyhogy hát nagyon-nagyon kíváncsian várom, hogy mi lesz belőle. Egy érdekes esemény újra Sóstón, úgy gondolom. Minden és mindenki készen állt a pillanatra, és meg is érkeztek Attiláék a tavirózsához. Lehorgonyozta a csónakot, megkapta a jelet a búvár, és már hozta is a víz felszínére a gyűrűt. Attila megkérte Krisztina kezét, aki a meghatódottságtól elsírta magát. Kedves párom folyamatosan ilyen különleges lánykéréseket néz az interneten, és ebből adódóan találtam ezt ki, hogy neki is ilyen különleges lánykérése legyen. És mikor kezdted el szervezni ezt az egészet? Mennyire volt nehéz összehozni? Hát elég nehéz volt, mert ugye folyamatosan együtt vagyunk, aztán így mindig különböző dolgokat kellett kitalálnom, hogy ne legyen mellettem. Aztán így mindig a cégre fogtam, hogy mindig benn vagyok a munkáján, és úgy egyeztettem. Én meg azt hittem, hogy mindig dolgozik. Hát egy olyan fél éve találtam ezt ki, csak ugye most jött úgy a lépés, hogy le tudtam szervezni kedves úriemberek segítségével. Miért pont ezt a napot választottad? Hát 20-át nem akartam, akkor nagyon sokan vannak. Így meg a vasárnap megnéztem, az időjárás jó volt, így a kollégák is rájöttek, és így ez a nap lett. Meg már itt tervezzük a közös jövőnket is. Milyen érzés volt? Milyen érzések kavarogtak benned? Hát azt se tudtam, hogy mi van meg, hogy ki ez a sok ember. Nem tudom. Még meg vagyok hatódva. Valamit sejtettél az egészből, vagy nem volt valami feltűnő? Nem, semmit. Pedig észre szoktam menni, hogyha valamit szervez, vagy valami fura, de semmit. Hogy indult ez a nap? Itthon van az unokatestvére, és őt hoztuk el elvileg, de ezek szerint nem. Én úgy tudtam, hogy azért jövünk. De másért. És akkor hát hallottuk, hogy igent mondtál, azt tudjátok már, hogy mikor lesz az eskü? Hát, azt szerintem jövőre. Szerintem azt már azért majd együtt szervezzük, nem így tudom. Mennyi ideje vagytok együtt? Hát 2013. január 1-e óta. Vajon, hetedike? Hetedike. Úgy jöttünk össze, hogy először csak ismerkedtünk, aztán úgy konkrét dátum nem volt. És utána beszéltünk meg, hogy akkor a január 7-e lesz. Különleges lánykérésre egyre többen vállalkoznak Nyíregyházán az elmúlt időszakban. Ha ön is úgy dönt, hogy hasonló körülmények között szeretné megkérni párja kezét, írjon nekünk az info@nyiregyhazitv.hu e-mail címre. Sok boldogságot kívánunk Attilának és Krisztinának!